Igazán különleges hangulatot teremtettek a győri filharmonikus zenekar művészei a Szent Mór Bencés Perjelség udvarán megtartott évadbeharangozó sajtótájékoztatón. A résztvevőket a házigazda köszöntötte, aki elárulta, a továbbiakban még szorosabb lesz az együttműködés a zenekar és a bencések között. Nagyon örülök, hogy eddig csak úgy távolról nézegettük egymást, hallgattuk egymást, láttuk egymást, és hogy idéntől kezdve egy kicsit úgy szorosabbra sikerül vonni a kapcsolatainkat, az együttműködésünket. Nagyon hálás vagyok ezért, és köszönöm szépen, hogy vállaltátok ezt, és elfogadtatok bennünket. Művészetekkel a győriek el vannak kényeztetve, emelte ki dr. Pergele, ez a alpolgármester. Olyan művészeti ágak vannak Győrben, amelyek most már nyugodtan mondhatjuk, hogy világhírűvé nőtték ki magukat, és nem csak az elmúlt egy-két évben, hanem hosszú-hosszú éveken keresztül, és mondhatom azt nyugodtan, hogy több évtizedes ragyogó múlttal rendelkeznek. A győri filharmonikusok csodát tesznek, ugyanúgy, ahogy csodát tesznek. A társulat továbbra is feladatának és küldetésének tekinti, hogy megtartsa azt a rangot és szakmai színvonalat, amelyet az elmúlt évek kitartó munkájával a közönséggel együtt értek el. A mai szóhasználattal élhetek, akkor bekezdtünk rendesen, vagy sportnyelven, vagy nem tudom, hogy szokták ezt mondani. Tehát augusztus 6-án Domingo koncert, 7-én John Williams koncert, filmzene koncert, Fertő Rákoson a Kőfejtőben. Ezen a héten két párhuzamos koncertre, két különböző karmesterrel készülünk, és mind a két hangverseny a Wörterzé Klasszik Fesztiválon, Klagenfurtban kerül bemutatásra, ott lenni muzikfereinkben. Jövő héten Hungarikum koncertünk lesz az Etó Parkban, Kaposfesten szerepelünk záró koncertként, 19-én, azt követő héten 10. Európai Klarnét Fesztivál, egy picikét össze mixelve a Zenil Udvarok című koncertekkel, tehát nem csak minket hallhatnak, megláthatnak a győriek, hanem Európa és világhírű klarnétosokat is ez időtájt, és hát a hónap végén, augusztus 31-én az Amadeus Live végre bemutatásra kerül, most már nem tudom, hanyadik időpont csúsztatás után. Idén is a megtartva elnevezést kapta az évad, a bérletek szerkezete hasonlóan alakul, amit a közönség az elmúlt években a pandémia előtt már megszokhatott. Sok különleges vendég, előadót, karmestert láthatnak a zenerajongók, és a fellépések nem csak Győrben lesznek. Amit kiemelnék, azért a Musikverein koncertünk Maszlejevvel, Dimitri Maszlejev, aki a Csajkovszki verseny győztese, már egyszer szerepeltünk vele Budapesten, most Bécsben fogunk, és visszük a közönségünket is magunkkal. Én úgy gondolom, hogy ezt már nem egyszer elmondtam, de most is kitartok emellett a véleményem mellett, hogy nagyon szeretünk Bécsben játszani, nagyon szeretünk Pécset, Budapesten játszani, de azért legjobban Győrbe szeretünk játszani. Az idei évtől a győri filharmonikus zenekar vezető karmestere Rajna Martin. Ez mindig egy mérföldkő a fiatal karmesterek életében, hogy mikor kapják meg az első pozíciójukat. Én ezt nagyon korán elértem, és ezért köszönettel tartozom a zenekar vezetőségének a bizalomért. Nyilvánvalóan ez hosszú távon bizonyos szempontból determinálja a pályámat, olyan értelemben, hogy nagyon korán van lehetőségem úgymond a klasszikus repertoárt felfalni, előadni és a zenekarral dolgozni, úgyhogy nagy öröm és boldogságot jelent igazából. Nem csak a jelenre, a jövőre is gondolnak a győri filharmonikusok, ezért egy rezidens zeneszerzőt szerződtettek. A 30 éves tehetséges komponista darabjait már világszerte ismerik. Számomra ez azt jelenti, hogy írhatok 3 darabot nagy zenekarra. Ez akármilyen hihetetlen, ez egy ritka dolog, egy ritka lehetőség egy zeneszerző életében. Nem nagyon van lehetősége egy zeneszerzőnek, főleg hogyha fiatal, hogy megszervezzen egy zenekart. Ugye egy zenekarban 100-an vannak körülbelül, tehát az nagyon, nagyon sok pénzbe kerül, hogy összejöjjenek a próbára, elmenjenek az előadásra, megtanulják a darabot egyedül otthon. Ezt most biztosítja számomra a zenekar 3 alkalommal. Ez nagyon nagy öröm számomra, én ebből nagyon sokat fogok tanulni. Ahogy mondtam is a sajtótájékoztatón,
az én pályám tulajdonképpen itt fog elindulni. Tehát ez ezt jelenti, hogy rálépek erre az ösvényre, én utána ezekkel a darabokkal mindenfelé pályázhatok, készül belőle felvétel, leadja a rádió, és ami a legfontosabb, hogy a közönség meghallgathatja, tehát a győri fülekbe ezek a zenék bele fognak menni, meg fognak tapsolni, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek és részt vehetek ebben az évben. A következő évadra szóló bérletek megújítása augusztus 10-től indult, amely 27-ig tart, ezután kezdődik majd az új bérletek értékesítése.